élelmiszer válság közelít, sőt most már azt is mondhatjuk, hogy itt van az élelmiszer válság, hiszen az élelmiszer válságnak az is a része, hogy elképesztő módon drágul az élelmiszer. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt kéri a kormánytól, hogy stratégiai értékként és vagyonként kezelje a magyar földet, így tekintsen a mezőgazdaságra és az élelmiszer iparra, mert ettől függ jelenleg Magyarország jövője. Segítünk a kormánynak, és a Mi Hazánk mozgalom víradat programját szeretném majd átadni a magyar kormánynak, amely arról szól, hogy miért van értelme pénzt fektetni a mezőgazdaságba, illetve az élelmiszeriparban. Hiszen amit jelenleg a kormány csinál az árstoppal, az körülbelül olyan, mint amikor vizet viszünk a tengerbe. Ez hosszú távon nem megoldás az élelmiszer válságra, illetve az élelmiszer áremelkedésre. Hosszú távon egyetlen egy megoldás van, hogyha elindulunk az önellátás irányába, legalább az élelmiszer tekintetében. A magyar termőföld még itt van, viszont az elmúlt 30 esztendőben a magyar politika nem megfelelően kezelte a magyar földet, nem stratégiai vagyonként és értékként tekintett rá, ezért a magyar föld egy nem elhanyagolható része, valójában nem olyanok kezében van, akik megművelik a földet, ezért a földtörvény módosítását is kezdeményezni fogjuk. Azt szeretnénk, hogyha kizárólag azok tulajdonában, kezében lehetne föld, termőföld Magyarországon, akik azt megművelik, illetve a fokozódó élelmiszerválság és a drágulás miatt pedig szeretnénk elejét venni annak is, hogy a nyersanyagot, tehát a mezőgazdasági terményeket Magyarországról kivigyék külföldiek, ugyanis jelenleg ez is zajlik. Ez egyfajta rablógazdálkodás, amit külföldi tulajdonban különböző zsebszerződéseken keresztül az elmúlt 30 évben, tehát külföldi tulajdonban került termőföldek tulajdonosai, külföldi tulajdonosai tesznek a Dunántúlon hatalmas területek, ugye egyes becslések szerint 3 megyényi földterület van, ahonnan a valódi tulajdonosok, külföldi tulajdonosok már az alapanyag vagy a nyersanyag formájában a mezőgazdasági terményt külföldre szállítják. Az aranynál, sőt, még akár az olajnál is nagyobb érték lesz hamarosan az élelmiszer, ezért azt kérjük a kormánytól, hogy így álljon hozzá a mezőgazdasághoz. És nem csak a földtörvény módosítását fogjuk kezdeményezni, hanem azt is, hogy az élelmiszeripart építse vissza a kormány. Ahogy az előbb mondtam, az árstopp az valójában nagyon sok pénzébe kerül a magyar adófizető polgároknak, miközben hosszú távon természetesen ez nem jelent megoldást. Azt a pénzt is, illetve hasonló mértékű pénzeket kellene abba fektetni, hogy az élelmiszeripart állami beavatkozással a magyar kormány visszaépíti. Nincs most arra lehetőség, ha világgazdasági folyamatokat nézzük, akkor nincs most arra lehetőség, hogy arra várjunk, hogy majd külföldi magánberuházók visszaépítik azt az élelmiszeripart, amely majd el tudja látni a magyar lakosságot, ezért a kormánynak közpénzből kell az élelmiszeripart visszaépíteni. Nekünk, ahogy mondtam, erre konkrét javaslataink vannak a programban. 700 kis és nagy üzemet terveztünk meg az ország minden pontján, amelyek, hogyha állami beruházásként beindulnak, akkor garantáltan el tudjuk látni a magyar lakosságot élelmiszerrel, méghozzá megfizethető áron. Ez a célunk ezzel a kezdeményezéssel, és haladéktalanul a napokban eljuttatjuk a konkrét javaslatainkat a kormányhoz ezzel kapcsolatban, bár ennek jelentős részét, nagy részét már maga a Víradat programa, választási programunk tartalmazta.